Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2-t nézitek, és az LG G3-as okostelefonon a Quadrant Benchmark tesztet fogjuk lefuttatni. Előbb ránézünk a rendszerinformációra. Android 4.4.2-t, azaz KitKat-et futtat már a telefon. Már a processzor pontos típusát nem írja ki, csak itt a típus számát. A Snapdragon 801-es került ebbe bele. Itt egyébként látható, hogy az MSM 8974 Pro AC modellről beszélünk. Ez négy maggal rendelkezik, ami 300 és 2457 MHz-es órajel között skálázódhat. Kapunk 2 GB RAM-ot. A kijelzőnk itt már 1440x2560 pixeles. Pillanatnyilag a hazai piacon a legnagyobb felbontású okostelefon kijelzőről beszélünk. Arduino 330-as grafikus gyorsítónk van OpenGL ES 3.0-val, és nagyon sok szenzor igazából, amit láttunk, tényleg csúcsmodellhez illő felhozatalt kínál az LG. Le is futtatjuk a tesztet, bár igazából egy nagyon hosszú folyamatot nem várunk, mert tényleg egy erős hardverünk van, és tudjuk, hogy ennél úgymond gyorsabban lefut a teszt. Itt igazából már 70 fps felé is felfut néhány ponton a 3D-s teszt, ami meglepő, mert igazából olyan 60-62-nél többet eddig nem is nagyon láttam, így mindenképpen meglepő, hogy pont itt egy Quad HD kijelzőnél látunk ilyeneket. Mondhatni mutatja azt az LG, amit kell egy igazi csúcsmodell esetében. Le is futott a teszt. Ennek eredménye itt látható, hát előfordult, hogy az egyik legnagyobb Quadrant eredményünket hoztuk most össze. 24.655 pontot kapott a készülék, ezzel nagyjából úgy 5-ször nagyobb teljesítményű, mint mondjuk a 2 évvel vagy 3 évvel az előtti HTC One X és Asus Transformer Prime. A részpont számokat, hogyha megnézzük, 93.776 pontot kapott a processzor, 19.010-et a memória, 7.958-at az I/O egység, a 2D 278-at, a 3D pedig 2.254 pontot, ami mindenképpen lenyűgöző. Ez volt tehát az LG G3-as okos telefon az új rekordokat döntögető Quadrant eredményével. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu oldalon. Sziasztok!